Alapvetően nagyon sok különbség van a film és a színház között, ezeket tényleg minden nap van valami új dolog, amit itt felfedezek. Az igaz, hogy egyébként egy filmes stáb az sok ember, de ott a próba folyamat az ideális esetben megelőzi a forgatást magát, tehát ott már egyfajta lebonyolítás zajlik, amikor sok ember van, és ez a színházban is így van, hiszen az előadásokon ugye már ott a közönség. Viszont a próba folyamat időnként magányosabb folyamat a filmben, hiszen ott csak a színészek vannak ott, és a rendező adott esetben egy asszisztens. Itt azért több ember van. Nagyon érdekes folyamat, mert ugye a spontaneitás miatt kétszer tökéletesen ugyanúgy soha semmi nem sikerül egy darabban. De mindig van valami nagyon izgalmas, újabb olyan rétege a darabnak, amit érdemes felfedezni. Úgyhogy hát még nagyon az elején vagyunk, de érdekes folyamat. Nem titkolt szándék volt az, hogy ezt a csapatot összehozzuk. A darab is bizonyos értelemben témájában hasonló a csapszex és más semmihez, mert az is egy olyan nőről szól, aki nem akar többet sérülni, és megpróbálja úgy berendezni az életét, hogy ennek ne is adjon teret. Ugyanakkor vágyik a szerelemre, meg vágyik arra, hogy ne úgy teljen el az élete, hogy semmi jó nem történt velem. És ez az alap koncepció, ez a darabban is, meg a csak szexben is ugyanaz tulajdonképpen. Hát, igen, Sanyiban több filmben dolgoztam együtt, Jucival csak egy filmben, de dolgoztam vele színházban korábban. Alapvetően szeretünk hárman együtt dolgozni, néha kicsit sokat is röhögünk, ami útjában áll a próbának. És persze van sztorizgatás természetesen, mert van egy közös élményanyag, amire mindannyian szívesen emlékszünk vissza. De hát megy az idő, és van egy újabb kihívás, meg egy újabb darab, úgyhogy egyszer csak persze a köré szerveződik minden, hogy azt megvalósítsuk. Nem volt anyagi megfontolás annak a hátterében, hogy miért ez a darab. Igazából semmilyen kényszer nem volt arra vonatkozóan, hogy mit választunk. Elindult egy közös gondolkodás a Csányi Sanyival, és aztán arra jutottunk, hogy ezt a darabot szívesen megcsinálnánk hárman.